a jövő a tét. A nyugalom, a biztonság és a béke a tétje a jövő évi EP választásoknak, mondta Hölvényi György, európai parlamenti képviselő Kaposváron. Jubileum 50 évvel ezelőtt, 1968. november 30-án kapta meg Siófok a városi rangot. Összefogás, a Mikulásgyárba szállították azt a több száz játékot, amelyeket az utasok és a Balatoni Hajózási ZRT munkatársai gyűjtöttek össze. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Magyarország eddig sem engedett a nyugat-európai országok nyomásának, és ezentúl sem engedi, hogy határait illegális bevándorlók lépjék át. Hangzott el a Kaposváron tartott gyűlésen, amely témája az európai parlamenti választás volt. Az eseményen Hölvényi György európai parlamenti képviselő kiemelte, a jövő a tét a 2019-es választáson, ezért fontos, hogy minél többen szavazzanak. Az Európai Unió jelenlegi migrációs politikája veszélyezteti Európa jövőjét, így fogalmazott Hölvényi György európai parlamenti képviselő Kaposváron. A visegrádi négyek azonban kitartanak a bevándorlás ellenes álláspont mellett. A Közép-Kelet-Európában csak a visegrádi országokat nézem, különböző politikai irányultságok, de ebbe egyet értenek. És Nyugat-Európában bizony ott is úgy van, hogy elsősorban karakteresen a politikai baloldal, de más-más liberális, kevésbé konzervatív, magukat konzervatívnak, de mégiscsak kevésbé konzervatívok egyetértenek benne. Ez két világ, más tapasztalás, ezt nagyon nehéz most összehozni. Erről is szól az európai parlamenti választás, erről is fog szólni az európai parlamenti választása kapcsolatos kampánya elkövetkezendő hónapban. Másfél millió illegális bevándorló érkezett Európába az elmúlt néhány évben, és ennek a többszöröse tart az öreg kontinens felé. Ide csalják, és nem tudják azokat az ígéreteket beteljesíteni. Európában az európai kultúra nyilván ezáltal egy teljesen más összefüggésbe, mondjuk így, veszélybe kerül, és ez senkinek az ég adta világon nem jó. Ezt nem lehet hagyni, ez most politikai harc kérdése, ebbe oda kell állni, és mindenkinek karakteresen véleményt kell nyilvánítani. Magyarország a saját véleményét hitelesen. Míg a kerítést építettünk, akkor nem csak Magyarország biztonságát, hanem Európa biztonságát védik. A nyugalom, a biztonság és a béke lesz a tétje a 2019-es európai parlamenti választásnak. Erről is beszéltek a Kaposváron tartott gyűlésen. Mi, főleg itt a Kaposvár és környékbéli emberek, kérlelhetetlenül Európa pártiak vagyunk. Nem is akarjuk, nem is tudjuk, soha nem is gondoltuk máshol a helyünket, mint Európában. Ugyanakkor az Európai Unió vezetői, azok más életet képzelnek el számunkra, mint amit mi elképzelünk. Hogy még konkrétabb legyek, mi nem szeretnénk migránsokkal, illegális bevándorlókkal, más kultúrájú emberekkel, integrálhatatlan néptömegekkel együtt élni. Ezért minden eddiginél nagyobb embertömegeket mozgathat meg a 2019-es választás, tette hozzá Gerencsér Attila. Siófok 1968. november 30-án kapott városi rangot. A várossá válás évfordulóját azóta minden évben megünnepelték a Balatonparti városban. Nem volt ez másként most a jubileumi 50. évfordulón sem. Két díszpolgári címet, Siófokért érmeket és emlékplaketteket adtak át a képviselőtestület döntése értelmében a Kálmán Imre Kulturális Központban. Lett a községet a fővárossal vagy a többi déli parti településsel összekötő vasútvonalunk és impozáns vasútállomásunk is. Történelmi visszatekintéssel kezdte ünnepi beszédét a város napján dr. Lengyel Róbert polgármester. Egy szóval és mai kifejezéssel élve nagyok lettünk. Ezért pedig elődeinknek hatalmas köszönettel és méltó elismeréssel tartozunk. Mindazonáltal történelmi felelősségünk van abban, hogy szeretett városunk nagyságát tovább növeljük, méltó utódokként tegyünk valamennyien azért, hogy Siófok még szebb, még élhetőbb, és még vonzóbb legyen az itt lakóknak és ide látogatóknak egyaránt.
A visszaemlékezés egyfajta számvetés is, az elődök munkásságának elismerése, mondta Vicman Mihály. Nem csak a főhajtás és nem csak az elismerés szólal meg ilyenkor az emberben, amikor átszellemülve hallgatja és vesz részt az ünnepi programokon, és hallgatja a beszédeket, hanem egyfajta számvetés is. És én azt gondolom, hogy Siófok és a siófoki emberek elmondhatják magukról, hogy erőfeszítéseinek köszönhetően az elmúlt 50 esztendőben egy európai szinten is ismert, elismert város épült, szépült és gyarapodott itt a Balaton déli partján. A jubileumi városnapon két díszpolgári címet is átadtak dr. Kersák János főorvosnak és dr. Farkas Sándor nyugalmazott sebész főorvosnak. Örülök. A másik dolog pedig az, hogy visszaemlékezem. Ez mindenhogyan emlékeket kelt, akárhogy is nézzük. Hát, hogy mondjam, az életet már megjártam, és hogyha visszanézek, akkor tulajdonképpen hát ehhez a városhoz köt engem majdnem minden. Siófokért éremben részesült Majoros János vállalkozó és Barta Béla református lelkész és felesége. Emlékérmet vehetett át Vicman Mihály országgyűlési képviselő, dr. Bíró Norbert a Somogy megyei közgyűlés elnöke, Neszményi Zsolt kormány megbízott és dr. Kis Pál járási hivatalvezető. Vasárnap este sokan gyűltek össze Siófok főterén, hogy együtt töltsék az adventi időszak kezdetét, amely, ahogy Vicman Mihály országgyűlési képviselő fogalmazott, nem csak az elcsendesedésről, hanem a szeretetről és a békéről is szól. Hamarosan mutatjuk a részleteket. Díszesen megterített asztalok több száz fős ünneplő tömeg a Kis Szilárd sportcsarnokban. Siófok városá válásának 50. évfordulóján pohárköszöntőkkel kezdődött az ünnepi est, majd nyitótánc, ünnepi vacsora és hajnalig tartó zenés est várta a megjelenteket. A jubileumi gála vacsorára meghívást kaptak a település korábbi vezetői is. Pohárköszöntőjében a város polgármestere dr. Lengyel Róbert köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik közreműködtek a jubileumi gála est megszervezésében. Nem jöhetett volna létre ez a ma esti program, ha nincsenek olyanok, akik öttek gazdák, ha nincsenek olyanok, akik fáradtságot nem kimélve szervezik ezt a mai estét, és ha nincsenek olyanok, akik támogatásukkal nem segítik hozzá a várost ahhoz, hogy ilyen méltó ünneplésbe és mulatozásba legyen ma este részünk. Úgyhogy ezúton szeretném megköszönni mindennek a körnek a hathatós támogatást, illetőleg a munkát. Vicman Mihály az est fővédnöke az elmúlt 50 év számvetését hangsúlyozta. Számvetés tekintetében nyugodtan elmondhatjuk, hogy a siófokiak büszkék lehetnek arra a teljesítményre, amit elértek, hiszen országosan is elismerésre, tiszteletre méltó és azon tekintét parancsoló az a dinamikus fejlődés, amelyet 5 évtized alatt, 50 év alatt hívjuk bárhogy is, az a város fel tudott mutatni. És az a város fejlődött, most is fejlődik, és egészen biztos vagyok benne, hogy fejlődni fog a jövőben is. Dr. Bíró Norbert a Somogy megyei közgyűlés elnöke pohárköszöntőjében kiemelte, ha Siófok fejlődik, akkor Somogy megye is fejlődik. A siófokiaknak van egy felelősségük. A város fejlődése az nem öncélú, csak önmagáért való, hanem az azt jelenti, ha a Siófok ugyanebben az ütemben fejlődött, mint az elmúlt 50 évben, tehát az elkövetkezendő 50 évben is hasonló fejlődési ütemet mutat, akkor nagyon nagy valószínűséggel Somogy megyét is húzza magával, és ezáltal Somogy megye is gyorsabban fog fejlődni. Balázs Árpád 2 évtizeden át volt a település polgármestere, köszöntőjében a szeretet fontosságát hangsúlyozta. Szeressétek ezt a várost, és ha szeretitek ezt a várost, akkor nagyon-nagyon sok problémám és sok gondom átsegít ez az érzés titeket. Lehet, hogy rossz a szomszéd, lehet, hogy nem értetek valakivel együtt, de ha szeretitek ezt a várost, akkor tudjátok, hogy együtt kell működni, hiszen közösen sokkal nagyobb, sokkal szebb eredményeket érünk el. Molnár Árpád Siófok első polgármestere volt a rendszerváltást követően. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, minden jót kívánok Önöknek. Isten éltesse az 50 éves Siófokot, valamennyi polgárát, barátját, támogatóját. Kedves estét kívánok! A pohárköszöntők sorát Somogyi Gyula volt képviselő, egykori alpolgármester zárta. Továbbra is a jövő kegyelte, de
legyen Siófok, és hasonlóan fejlődjön, mint eddig. Isten éltesse Siófokot, Isten éltesse a siófokiakat, Isten éltesse a barátait. Az ünneplők ezt követően nyitótáncot láthattak a siófoki C&M tánc stúdió előadásában, majd kezdetét vette a hajnalig tartó ünneplés. Időközi önkormányzati választást tartottak Szennán, mivel a képviselőtestület szeptember 5-én feloszlatta magát. A képviselők és a polgármester is újraindult a voksoláson. Salamon Gyula nagy fölénnyel a szavazatok több mint 56%-ával nyert el újra a posztot, míg a képviselőtestületből Lukács Tibor független jelölt kivételével mindenkit újra választottak. Helyére Nagy József, a Fidesz-KDNP jelöltje került. Így a fideszes település vezető mellett két független és két fideszes képviselőből áll a szennai testület. Társasjátékokat, kirakókat, tanszereket és mesekönyveket is adományoztak a rászoruló gyerekeknek Siófokon. Összefogtak az utasok és a Balatoni Hajózási ZRT munkatársai, hogy az ország legnagyobb karitatív akciójához csatlakozzanak, méghozzá a Mikulás gyárhoz. A nemes ügyben több száz ajándék gyűlt össze, amelyeket önkéntes iskolások segítettek autóba pakolni. A cél, hogy minél több kisgyerek arcára csaljanak mosolyt az ünnepek alatt. A kisebbeknek babák, plüssfigurák, a nagyobbaknak mesekönyv. Számos értékes ajándék gyűlt össze a Balatoni Hajózási ZRT jóvoltából Siófokon. A sok-sok csomagot pedig önkéntes gyerekek segítségével juttatták el a Mikulás gyárba. Szerintem azért fontos, mert akiknek nem adatik meg, azoknak így segítnek a mások, akiknek még akár több is van. A pakolásba családok és kisgyerekek is besegítettek a siófoki hajóállomáson. Kb. Ilyen 7-6 doboz, de azért jó súlyosak voltak, mit nem mondjak. A kisgyerekek szerint is fontos a segítségnyújtás. Azért segíteni gyerekeknek, mert legalább boldogak lesznek, és én ennek nagyon örülök. A Balatoni Hajózási ZRT évről évre több száz ajándéktárgyat gyűjt össze a rászoruló gyerekeknek. A társaság számára nagyon fontos a társadalmi szerepvállalás, s hogy ebbe az utasokat is bevonják. Az idei már a harmadik alkalom, hogy Mikulás hajót indítunk, és ez egyúttal valóban azt a célt is szolgálja, hogy a társadalmi szerepvállalásról is az elkötelezettségünket megmutassuk a nagy közönség felé. Gyakorlatilag az első hívószóra csatlakozott a Bahartnak valamennyi munkavállalója és vezetősége is, nagyon sok ajándékot gyűjtöttünk össze. A budapesti Mikulás gyárba az egész országból érkeznek adományok. Ez a 14. év, hogy kinyitott a Mikulás gyár, évente 100 000 kg körül érkeznek adományok, jóval túl vagyunk már az 1 millión is, az 1 millió körüli adományon. Ez már akkor a szám, aminek egyébként nemzetközi híre is van, és egy angol meseíró is felfigyelt erre az egészre, és a legújabb könyvében meg is említi a Mikulás gyárat. Az adományokat a Vörös Kereszt segítségével juttatják majd el a legrászorultabb családokhoz, még karácsony előtt. Egyre kelendőbb a magyar bor külföldön. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén augusztus végéig több mint 60%-kal több palackos, illetve folyóbor került a nemzetközi piacokra. A kivitel várhatóan a jövőben is emelkedni fog. Az import idén nyár végéig 70%-kal csökkent. Közben az Origó arról ír, hogy a Balaton is ott van a magyarok kedvenc borvidékei között. Közel 22 ezeren töltötték ki a nagy bor teszt kérdőívet, az összesítésből pedig az derült ki, a válaszadók 22%-a maximum évente egyszerűt nyél be boros utazást. Az első helyezett egyértelműen Villány, utána Tokaj és Eger következik. Jól szerepelt még Badacsony, a Balatonfelvidék és Szekszárd is. Kezünk nyomán címmel ismét kiállítást rendezett a Helyi Érték Egyesület és a Kálmán Imre Kulturális Központ. Helyi kézművesek, varrók, dísztárgykészítők, fafaragók munkáit mutatják be. Az alkotók ezzel köszöntötték az 50 éves Siófokot. Az idei tárlatot a korondi születésű Karda Imre fazekas népi iparművész emlékére ajánlják. A művész 1973-tól 1998-ig haláláig Siófok Kilitin élt, és családjával együtt saját műhelyében készítette a fekete és színes kerámiát. A kiállítás január 31-ig látogatható.
Meggyújtották az első adventi gyertyát Siófokon is. Vasárnap este sokan gyűltek össze a balatoni település főterén, hogy együtt töltsék az adventi időszak kezdetét. Az eseményen Vicman Mihály, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, ez az időszak nem csak az elcsendesedésről, hanem a szeretetről és a békéről is szól. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to beat. You get me fever. A Boyki Brothers adventi koncerttel szórakoztatta a közönséget Siófok főterén, ahol sokan gyűltek össze advent első vasárnapján. A családok számára különösen fontos, hogy együtt töltsék szeretteikkel ezt az időszakot. Jelen pillanatban a várakozás időszaka, amikor várjuk a gyerekekkel együtt a karácsonyt, a Jézuskát, nálunk a karácsonyi angyalkát, ugye? Aki ajándékokat hoz, de leginkább a szeretetről, mert hát nem az a lényeg, hogy mi van a fa alatt, hanem hogy kik vannak a karácsonyi fa körül. A fényekbe öltöztetett főtéren Vicman Mihály országgyűlési képviselő és Lengyel Róbert a település polgármestere együtt gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját. Amikor legszebb, legszentebb ünnepünkre, Úr Jézus Krisztus megszületésére, karácsony szentes teljövetelére készülhetünk lelkiekben, nem csak otthonainkat, nem csak köztereinket, utcáinkat, tereinket, munkahelyeinket díszítjük fel és öltöztetjük ünnepi fényekbe, hanem a lelkünket, a szívünket is. És az a négy láng, ami a adventi koszorú megjelenik évről évre így advent idején, a hit, a remény, a szeretet és a béke lángja, gyönyörű szép fogalmak, gyönyörű szép jelentéstartalommal bíró fogalmak, azt gondolom szimbólumok. Én kettőt emelnék ki közülük, az egyik a szeretet, a másik pedig a békesség. A balatoni településen nem csak az adventi vasárnapokra, hanem a hét mindennapjára szerveznek programokat. A karácsonyi vásár mellett koncertek és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket. Több mint 640 millió forintos európai uniós forrást fordított élményturizmus fejlesztésre a Vitorlás Szövetség. A Magyar Távirati Iroda arról ír, hogy a balatoni kikötőket 5 csoportba sorolták. Kék csillag a szintmérője, a 40% alatt teljesítő kikötő nem juthat csillaghoz. A fejlesztésekkel az ország 11 megyéjében lehet majd vitorlázni. A versenyzők 50-55 kategóriában, hajóosztályokban mérkőzhetnek az országos bajnoki címekért. A Balatonon évente 4, illetve 6 alkalommal rendeznek világ- és Európa-bajnokságokat, Európa-kupa futamokat. Újabb sikeres versenyt zártak a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola dzsúdósai a Mórahalmon rendezett Diák C országos bajnokságon. Szabó Hannabella a 33 kg-osok küzdelmében lett magyar bajnok. A 30 kg-osoknál Máj Veronika szerezte a csapat másik érmét, ő második lett. Két további pontszerző helyezettünk, a 30 kg-os Vajda Panna, a negyedik, valamint a 36 kg-os Stágl Dorina az ötödik helyen zárt. A sportiskolás versenyzőket Böröcz Zsolt vezetőedző és Kéki Márton edző készítette fel az országos bajnokságra. A jövő a tét. A nyugalom, a biztonság és a béke a tétje a jövő évi EP választásoknak, mondta Hölvényi György, európai parlamenti képviselő Kaposváron. Jubileum. 50 évvel ezelőtt, 1968. november 30-án kapta meg Siófok a városi rangot. Összefogás. A Mikulás gyárba szállították azt a több száz játékot, amelyeket az utasok és a Balatoni Hajózási ZRT munkatársai gyűjtöttek össze. A Somogy TV adását élőben is követhetik a www.somogytv.hu oldalon. Holnap már melegebb időre számíthatunk, hamarosan jövünk az időjárás jelentéssel.